Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Napfogyatkozás. 2024. április 8-án napfogyatkozás a Kos jegyében. Teljes napfogyatkozás. Ugyanilyen napfogyatkozásunk volt 2005-ben, szintén április 8-án. Volt-e akkor úgymond világra szóló eseményünk? Volt. Római pápának a halála, Károly herceg, aki most király, feleségül vette Kamillát. Nos, figyeljük a mostani eseményeket. A napfogyatkozásnak az energiáját érezhetjük 3 hónapig, sőt, plusz-minusz 1 hónap lehet, plusz-minusz 6 hónap. A napfogyatkozás maga a kezdés. A napfogyatkozás egy esély. A napfogyatkozás valaminek a születése. Érdemes visszaemlékezni, hogy 2005-ben volt-e valamilyen fontos eseményünk. Lehet, hogy akkor született gyermekünk, akkor most unokánk fog születni, vagy akkor költöztünk, akkor lehet, hogy most is költözni fogunk. Ki az uralkodó most? Hát a Mars. Mert a Mars a Kosnak az uralkodója. A Mars maga az erő, a Mars maga a tűz, a Mars maga a csata, az agresszió. Tehát ilyen tulajdonságok fognak mindenkiben felébredni, még a legnyugodtabb emberekben is. A Kos, ő megnyitja ezt a bizonyos kört. Tehát ő a legelső a csillagjegyek közül. Ő a vezér. Tehát itt dominál az egyes ház. Egyes ház, én vagyok. Én. Én vagyok a főszereplő. Tehát csak önmagunkra számíthatunk, ez egy ilyen időszak lesz. Egyébként nagyon misztikus időszak kezdődik, hogyha Marsról beszélünk. Például április 10-én Mars-Szaturnusz együttállás. Szaturnusz már több mint egy éve a halakban van. Mars, Szaturnusz, halak. Mit szimbolizálnak? Halak maga a víz, a mély víz. Szaturnusz ebben a vízben, ebben a mély vízben maga a kő. Mars viszont az a bizonyos kard. Arthur királynak a kardja. Most már csak az emberiségnek meg kell találni azt a bizonyos Arthur királyt, a kiválasztottat, de nem jön, nem is fog jönni, mert mindenkinek rá kell jönnie, hogy mindenki kiválasztott, hogy az a bizonyos Arthur király bennem van, bennem él, bennem van az a bizonyos erő, és én le tudom győzni azokat a félelmeket. Én ki tudom húzni azt a kardot. Én vagyok az erő. Hát vagy a félelmek, akkor megemésztenek minket. Ez itt a helyzet. Tehát most ez az legelső úgymond lépést, amikor ez a bizonyos erő formát önt. Április 29-én a Mars-Neptunusz együttállás. Imádom ezt a tűz-víz energiát, amikor összefonódnak a tűz és a víz energia. Tehát a második lépés az itt lesz. A Mars maga a tűz, a Neptunusz a víz, a Mars a harcos, az erő, a Neptunusz a hit, az ideálok, amiért készen állunk harcolni. És egy időben mi fog történni? Hát az a bizonyos piszok, az a bizonyos sár, ami abban a bizonyos tengerben van, hiszen a Neptunusz a tenger, ez a tenger, a lelkünk. Most ez a bizonyos sár, ez a bizonyos piszok, ez az egész félelem, vagy megint csak megemészt minket, vagy megtaláljuk az erőt legyőzni ezt a félelmet. Volt ilyen együttállás Mars-Neptunusz a halakban 2020-ban. Ott buktunk,
tehát a félelmek győztek. 2022-ben úgymond döntetlen lett, és most megint kaptunk egy esélyt, bizony-bizony, megtalálni azt az erőt, legyőzni ezeket a félelmeket, tehát egyszerűen, hogy is mondjam, hát ki kell másznunk ebből a veszteséges forgatókönyvből, vagy ez a mocsár, hát elnyel minket. Ki kell mászni, kúszni, csúszni a tiszta vizekre evezni. Ehhez erőt ad nekünk a Mars, tiszta vizeket kapunk a Neptunusztól, ahol hit van, ahol szeretet van. Tehát ez a misztikus időszak még folytatódni fog, utána lesz Mars-Uránusz együttállás, hát az is egy vulkán, utána a Mars retrográd lesz, tehát folytatódni fog itt még a történet. Mi kell ahhoz, hogy győztesek legyünk? Egy, hősnek lenni. Kettő, megmentőnek lenni. Három, teremtőnek lenni. A saját életünk teremtői. Most is érdemes három darab kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendenst és a holdjegyet is. Nagyon fontos a holdjegy, hiszen március 25-én holdfogyatkozás volt, ma napfogyatkozás van, a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás között van ez a bizonyos karmikus folyosó. És nagyon fontos a jókedv, mit gondolunk, mit akarunk, hiszen ez a hatás hosszú távú lehet. Hosszú távú hatás a sorsunkra. Bika. Nos, itt dominál a 12-es ház. A 12-es ház a halaknak a háza. És ugye itt, amiről beszéltem, lesz itt egy csodálatos együttállás, Mars, Szaturnusz a halakban, még egy csodálatos együttállás, Mars, Neptunusz a halakban, a 12-es ház a befejezés, a 12-es ház felkészít minket, a 12-es ház a titok, a félelem, tehát legyőzni a félelmet, megszabadulni a félelemtől, megszabadulni valamitől, ami toxikus, nagyon zárt, nagyon misztikus ez a szektor. Az izolált hely ide tartozik. Ez lehet pozitív és negatív, és pozitív például. Ez lehet egy sziget, ahol pihenhetünk. Kórház, de ha ott dolgozunk, ez nagyon jó. Lehet, hogy valaki elvonul egy picit regenerálódni egy szanatóriumban. A 12-es ház maga az ezotéria. Az öngyógyítás is ide tartozik. 12-es ház, az örökség is ide tartozik. Na nézzük, mit mondanak a kártyák. Gyorsaság, lovag, kardok. Itt van ez a bizonyos kard. Ezzel a karddal meg tudunk szabadulni a negatívunktól, a félelmektől. Bezártságtól, a toxikus dolgoktól, a toxikus helyzettől. A kard maga az információ, a 12-es ház a titok. Megtudhatunk valamit. Ez a lovak maga az utazás, utazhatunk is valahova. Pihenni, kikapcsolódni, regenerálódni. A lovagok híreket hoznak nekünk. Ez a lovag maga... Maga az ellenség is lehet, és a 12-es ház a titkos ellenség. Na nézzük csak tovább. Milyen érdekes kezdés. Hármas, ez is kardok. Ez a kártyához hozzátartozik az összetört szív, a csalódás, valakiben csalódhatunk, megtudhatunk itt egy titkot, és emiatt lehet ez a csalódás, itt lejátszódhat ez a kártya.
Tehát a lényeg, hogy ez a kártya 3-as, nem 9-es, nem 10-es, tehát ez egy kisebb szám. Gyorsan meg kell szabadulni ettől a fájdalomtól. Kaptunk mellé egy gyors kártyát, ez a lovag nagyon gyors, az egyik leggyorsabb kártya. Gyorsan, kész. Valamit megtudtunk, megint kardok, információ, valamit megtudtunk, hogy például valaki kibeszél minket a hátunk mögött, kardok, maga a beszéd, akkor lehet, hogy épp ide megszabadulni attól a bizonyos hamis baráttól, 12-es ház, a megszabadulás. A megszabadulás után jön a megkönnyebbülés. Tehát itt valamitől meg kell szabadulnunk, vagy valakitől épp ideje. A kardok maga az ész, a tanulás. Itt lehet egy ilyen nehéz vizsga időszak például. Túl leszünk rajta, megszabadulunk ezektől a nehéz szúrós dolgoktól. És mit kaptunk? Megkoronáztuk most azonnal ezt a kirakást. Kellett nekünk ez az ász, ez a víz energia. Ugye itt dominál a víz energia is. A Mars, Szaturnusz együttállás, Mars, Neptunusz együttállás a halakban, a halak víz energia, tehát kell ez a víz energia. Ez gyógyító víz energia. A víz energia lehet mérgező is, olyan, mint a méreg, de itt pozitív, gyógyító energiát kaptunk. Ez maga a grál, ez maga az életvíze. Az ász esély, valamit elkezdeni, valami megszülethet, bármi lehet. Lehet az a vállalkozásunk. És a napfogyatkozás is ilyen, ugye? Valami új dolog megszületik, egy új esélyt kapunk. Tehát kellett nekünk. Itt vannak a halacskák, gyorsan lehet kívánni egy kívánságot. Gyorsan. Megyünk tovább. Nagyon kellett ez az ász, a kardok után, szúros kártyák után kellett. Ötös tűzenergia, vízenergia után megkaptuk a tűzenergiát. Ez maga a küzdés. Le tudjuk küzdeni, így van, a félelmeket, az ellenséget? Igen, határozottan igen. Megkaptuk a megerősítést, itt az erő. Ugyanez a kártya van itt a dobozkán. Tehát megtaláljuk azt az erőt, azt a titkos erőt, ami bennünk rejtőzik. És a 12-es ház is ilyen misztikus, ilyen a legtitokzatosabb, maga a rejtély, maga az, ami a tudat alatt van, ott rejtőzik legbelül a szívünk, a lelkünk mélyén, tehát ott van az az erő, és ez lelki erő, ez tényleg lelki erő ez a kártya, ez nem fizikai erő. Ha lesznek nehézségek, ha lesznek ilyen szúrós helyzetek, jusson eszünkbe ez a kártya, hogy én erős vagyok, én bátor vagyok, én meg tudok szabadulni valamitől, vagy valakitől. Legyen az egy függőség, legyen az alkohol, legyen az dohányzás, legyen az egy toxikus párkapcsolat, bármi. Itt van ez a kártya, ez az erő. Ez az intelligenciának az ereje. Lehet, hogy itt nem tudunk megegyezni valakivel, nem tudunk kompromisszumra jutni, mert a kardok maga a kommunikáció, a beszéd, lehet, hogy hárman vagyunk itt, és mindenkinek más a véleménye. Tehát itt van ez az erő, az intelligenciának az ereje, a műveltségnek az ereje. A karizmánkkal egyszerűen le tudjuk győzni az ellenséget, győztesek leszünk. Nagyon szeretem ezt a kártyát. Hármas tűzenergia, tehát itt dominál a tűzenergia. A második hármas,
A kardok után, ha itt történik valamilyen kis szúrós helyzet, nagyon jó, ez a hármas ad nekünk erőt, tűzenergia, erőt, akaratot, tűzenergia, tovább haladni. Nem elkeseredni, nem megtorpanni, nem hátrahúzódni, elvonulni, hanem tovább haladni az álmokhoz, a célokhoz, a vágyakhoz. Kell. A 12-es szektor, a 12-es ház, ez maga ilyen bezárt terület, hogy egy picikét az ember tényleg el akar vonulni, és elbújni a külvilágtól, de jók ezek az energiák itt, mert visznek minket azért a célokhoz, az álmokhoz, a vágyakhoz. 8-as és kardok. Milyen érdekes, dominál itt a tűzenergia, 1-2-3, és dominál itt a levegőenergia, 1-2-3. 8-as, a félelmek, a korlátozás, olyan, mint a 12-es ház. Tehát megszabadulunk a félelmektől. Kimondottan ezen a kártyán nem látszik annyira, egy picit csak, közelebb hozom a kártyát. A hölgynek be van kötve a szeme, ő is össze van kötözve, viszont a lába szabad. Csak el kell döntenie neki, itt, agyban, fejében, kard, maga az ész, az akarat, a mentális állapotunk, hogy én nem akarok ebben a szúrós helyzetben lenni. Kész! Én ott hagyom ezt a helyzeten. Én ezt lezárom. A 12-es ház is ilyen, a lezárás. És utána jön a megkönnyebbülés. Meg kell hozni azt a döntést, hogy igenis erős vagyok én ezt megtenni. Legyen az bármi, legyen az egy munkahely, ahova utálunk bejárni, ahol olyan főnök van, aki egyszerűen szívja az energiánkat, egy energiavámpír, vagy az a bizonyos légkör, a munkatársak olyanok, vagy legyen ez egy betegség, a mentális állapot, a depresszió is például ide tartozik. Le tudjuk győzni. Csak akarni kell. Meg kell találni magunkba azt az erőt. Az a rejtett erő ott van. Fel kell ébreszteni ezt az oroszlánt. Nos, plusz információ. Na nézzük, csak mi van itt. 12-es, mint a 12-es ház. 12-es az akasztott ember. Nos, az áldozat szerep ide tartozik, ezt nem szabad hagyni. Nem szabad hagyni, hogy áldozatok legyünk. Legyen az párkapcsolat, legyen az otthon, a családunk is kihasználhat minket, a rokonok is kihasználhatnak minket. Egyébként a legnagyobb vámpírok a rokonok, energiavámpírok. Nos, ha a munkahelyen ez a helyzet, nem szabad hagyni. Bizonyos helyzetre, bizonyos szituációra, lehet, hogy más szemszögből kell rátekinteni. Feje lefele van, és ugye benne van a vízben. Ha megfordítom ezt a kártyát, akkor könnyebb neki ennek az embernek kiúszni a pozitív vizekre. Kiúszni, levegőhöz jutni. Van itt levegő energia? Kell. Az más helyzet, hogyha valamibe belemerülünk, az lehet egy pozitív dolog, a 12-es ház is olyan belemerülni valamibe, például a tanulásba belemerülni. Ugye itt kardokkal kezdtünk, ez maga az ész, a tanulás, az más. Ott lesz eredmény, ott lesz egy sikeres vizsga, vagy oklevél, vagy diploma, vagy érettségi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!